Hurrá! Végre itt a nyár, és elkezdődtek a rákócis vitorlástáborok. Mi kell egy jó vitorlázáshoz? Víz, vitorlás, szél, gyerekek, vagány oktató, meg a szervező Rákóczi Szövetség. Mindez most megvolt Tihanyban. Én nagyon szeretek a Balatonon vitorlázni, nagyon nagy élmény, és szép a táj. Most azért lehettek itt Magyarországon, itt Tihanyban, ez a nagyon szép helyen, mert valamennyien magyar iskolába jártok. Ezt pedig a szüleiteknek szeretném megköszönni, hogy benneteket magyar iskolába írattak, és az ottani Magyar Nemzeti Tanács Hajnal Jenő elnök úr pedig megszervezett benneteket. Élmény, adrenalint ad, egyszerűen mozgás. Nagyon örülök annak, hogy azt a gyönyörű sportot itt élvezhetitek Magyarországon. A Jóisten megadott nekünk minden hozzá. Van jó kis kellemes szél, lehet hajózni, gyönyörűen süt a nap, szép tiszta a víz, lehet majd fürödni. Elég komplex sport, tehát itt nem csak a mozgásokra kell figyelni, hanem a környezet folyton változik, a szél változik. Nagyon fontos, hogy ne ijedjen meg. Főleg ilyen pici gyerek, amikor egyszerre hat dologra kell figyelni, akkor az ott elveszett. Néha, amikor jó ráfúj, akkor dolgozni kell rajta, hogy ez helyreálljon, de az nagyon fontos, hogy biztonságban érezze magát. A mi közösségünk az már évről évre bővült, egyre jobban jönnek a tagok, ismertebb lett a sport, egyre sikeresebbek vagyunk. Örömmel várunk máskor is benneteket, érezzétek jó magatokat és jó szelet mindenkinek. Én is azt kívánom, hogy érezzétek itt jó magatokat és sok-sok élményet érjetek haza. Köszönöm.